A Varga Gyula Városi Könyvtár és a Mecénás Művészeti Klub szervezésében a békási foltvarók kiállításon mutatkozhattak be Üllőn. A kedves hagyományt teremtő eseményen a könyvtár vezetője köszöntötte a megjelenteket és a szervezőket. Kedves hagyományunk, hogy a mecénások augusztus 20-ai szabadtéri kiállításának vendége, az ott bemutatkozó kiállítók a következő évben önálló kiállítással örvendeztetnek meg bennünket. Úgyhogy talán néhányan már találkozhattak is az ő alkotásaikkal, hiszen tavaly augusztus 20-án már láthattuk a helytörténeti gyűjteménynek a teraszán az ő alkotásaikat. Külön öröm számomra, amikor alkotó közösségek és alkotásaikat mutathatjuk be e falak között. Mint ahogyan most is tesszük, hiszen sokszor mondjuk, hogy kicsi a világ, amikor látszólag idegenek közös kapcsolódási pontot találnak. Ezen a kiállításon ez a kapcsolódási pont Dudás Zsuzsa, aki a vezetője, egyrészt a Mecénás Művészeti Klubnak a tagja, és a Békási Foltvaró Körnek a vezetője. Úgyhogy neki köszönhetjük, hogy elhozta ide a társaságot. A kiállítást Balázsné Varga Gizella nyitotta meg. Foltvarrásról ennél szebben, kifejezőben, mint a következő sorokban hallható, nem lehet beszélni. A foltvarrás nem csak hobbi számomra, életem lenyomata. Megjelenik benne minden jó, és a küzdelmek sorozata. Nézd, ez egy macis foltocska. A kislány elköltözött rég. Nővérem ruhájából való a másik folt, a sárga és a kék. Ez a darab a bátyámé volt. Nagynéném meghalt pár hónapja, de itt jobbra, ezen a folton látható még monogramja. Anyám bénszoknyájából való ez a folt itt, a sarok mellett. A másikhoz, itt középen, apám piros indje kellett. Ez a folt elnyűlt egy kicsit, kopott már, és bizony fakó. Nem csoda, hogy így, Viharbert, születésem előttről való. Ez a darab itt a szélén, nekem drágább az aranytól. A téli kabátom darabja volt, védett esőtől, vihartól. Ezt a kéket a pincébe leltem az új házunkba beköltözve. Ki tudja, milyen történet lehetett a halvány anyagokba beleszőve. A zöld feletti volt ott középen, kedvesebb nekem mindennél. Olyan, mint őszi folyóparton lassan aláhulló levél. Az eseményen, amelyen a Harmónia Zeneiskola növendékei léptek fel, minden kiállító egy szál virágot kapott ajándékba.